A tavalyihoz hasonlóan idén is a millenárison ünnepelhette a nagy érdemű a kínai új évet. A fesztiválon résztvevők megcsodálhatták a kínai és koreai kaligráfusok munkáit, részt vehettek teaszertartáson, kipróbálhatták a gójátékot, részt vehettek kínai és koreai tradicionális játékokban és sportokban, valamint megcsodálhatták a magyar és ázsiai énekes és táncos produkciókat. A Hoodoo év, mint ünnep, az nyilván nagyon régi tradíciókra néz vissza, és itt Magyarországon is az itt élő ázsiai közösségek megtartották az eddigi ünnepünket. Ami újdonság, és most már második alkalommal megrendezésre kerül, az egy Európai Uniós projekt, amelynek a célja, hogy az ázsiai embereket, a róluk kialakult képet hozza közelebb a magyarokhoz, tehát mutassuk be az ő értékeiket, csökkentsük az irántuk érzett negatív előítéleteket. Ezért az alapítványunk, a Szubjektív Értékek Alapítvány egy Európai Uniós pályázatot adott be, és most már másodszorra nyertük meg, és valósítjuk így meg közösen a magyarországi kulturális szervezetekkel. Van egy érdekes trend, ami megfigyelhető, hogy Magyarországon érdekli az embereket a Kelet-Ázsia, a Távol-Kelet, az itteni kultúra, az igényes művészeti kulturális produkció. Nyilván az is sokat számít szerintem, hogy ez tud ingyenes lenni ez a rendezvény az igényessége mellett. És még szerintem az is, hogy ez egy igazi csapatmunka, tehát majd több tucat, majd 50-60 szervezet, kiállító, fellépő műsor jön el ilyenkor. Mindenki beadja a közösbe a tudását, kelti a jó hírét, tehát hogy ez így összeadódik, a kungfusok eljönnek megnézni a kaligráfiát, a teások, a gósokat, tehát hogy mindenki kíváncsi a másikra. Ez igazából egy ilyen értelemben kulturális találkozónak is mondható. Nagy volt a nyüzsgés a Honvéd Ázsia házatáján is, ugyanis a csapat egy 20 perces mixen lépett a színpadra, tele szólótáncokkal és énekes produkciókkal. De a nagy készülődés közepette is szakítottak időt arra, hogy a koreai kulturális központ standjánál lévő kivetítő előtt állva nosztalgiázzanak egy kicsit. A rendezvényen rengetegen voltak, kicsik, nagyok is egyaránt, és azt hiszem, mindenki nevében állíthatom, hogy izgatottan várjuk a jövő évi fesztivált is.